A BSC Bocska István szakképző iskola ballagási ünnepségén a tandestület tagjai előtt ballagtak a gimnázium végzősei. A diákok elbúcsúztak a tantermektől, a folyosóktól, a tornatermektől és a közösségi terektől. Az iskola udvarán a sportpályán sorakoztak az őket könnyes szemmel, ám büszkén figyelő szülők, barátok előtt. Érkezik a 11. B és az SC 12/2/E osztály Rotkos Lajos tanár úr vezetésével. Érkezik a 11. C osztály Piller Imre tanár úr vezetésével. Érkezik a 11. D-osztály Kovács Erzsébet tanárnő vezetésével. Érkezik a 11. E-osztály Székely Ildikó tanárnő vezetésével. Érkezik a 11. F osztály Máténé Hódos Emma tanárnő vezetésével. Az iskolás évek, az ártatlan szerelmek, a régi barátságok, az első fájó könnyek, amíg csak élünk, visszaköszönnek, az évek múlásával egyre szebbnek tűnnek. Vándor Judit szavait idézve szeretettel köszöntöm ballagási ünnepségünkön megjelent kedves vendégeinket, tanárainkat, szakoktatóinkat, nevelőtanárainkat, diáktársainkat, iskolánk valamennyi dolgozóját, de legelső sorban titeket, végzős tanulóink.
Külön köszöntjük a Berettyóújfalvi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettesét, Kis Hajnalkát. Várva várt, mégis nehéz nap érkezett el az itt felsorakozó végzős diákok számára. Itt álltok reményekkel telve ennek az ünnepnek a középpontjában. Ez a tanév és ez a ballagás azért különleges, mert a járványhelyzet miatt azt a kis kék szalagot is ma tűzik fel a ruhátokra, amely azt jelzi, hogy ma lezárul egy korszak, véget élnek a felhőtlen diákévek, úgy cél felé haladtok majd, ahol kinyílik előttetek egy másik világ. Ünnepségünk kezdetén kérem, hallgassuk meg a Magyar Nemzeti Himnusz szólamait. Szalagtűzés következik. Sándor Fanni, SZ 12/2/N osztályos tanuló, szallagot tűz az iskola vezetésének. Harsányi István igazgató úrnak. Egri László helyettes úrnak, igazgató helyettes úrnak. Bese Gyula igazgató helyettes úrnak. Felkérem Harsányi István igazgató urat, tűzzön szalagot a végzős osztályok osztályfőnökeinek. Kovács Andrea tanárnőnek, az SZ 12/2 N osztályos osztályfőnök. Roszkos Lajos tanár úrnak, a 11. B és az SZ 12/2/E osztály osztályfőnökének.
Piller Imre tanár úrnak, a 11. C-osztály osztályfőnökének. Kovács Erzsébet tanárnőnek, a 11. D-osztály osztályfőnökének. Székely Ildikó tanárnőnek, a 11. E-osztály osztályfőnökének. Máténé Hódos Emma tanárnőnek, a 11. F-osztály osztályfőnökének. A szallag, melynek mától büszke viselői lesztek, emlékeztessen titeket az itt eltöltött szép napokra, de a rátok váró teendőkre is. Ünnepélyes szallagtűzés következik. SZ 12/2 per N osztály osztályfőnökek, Kovács Andrea tanárnő szalagot tűz. Tóth Grétának. Jónás Róbertnek, Takács Krisztinának, Szabó Erikának, Molnár Nikolett Margitnak, Ballad Jennifernek, Dombos Lejlának, Vértesi Nagy Anna Máriának, Perec Petrának, Kanabé Henriettának, Lőrinci Barbarának, Bene Beátának, Elek Attilának, Sándor Fanninak, Simon Nikolettnek, Horváth Bence Leventének, Komóci Péternek,
Mizsei Biankának. Balogh Dávidnak. Lázó Krisztofának. Takács Gergőnek. Tóth Viktornak. Aranyi Imrének. XI. B-osztály osztályfőnöke, Roszkos Lajos tanár úr Szalagott Tűz. Ispán Imrének. Nagy Rihárdnak. Ludman Lajosnak. Sándor Imrének. Bogár Lajos Márknak. Harsányi Sándornak. Kaszás Ákosnak. Kuki Zsolt Sándornak. Nagy Sándor Patriknak. Turai András Józsefnek. Szabó Márknak. Száz Dánielnek. Szabó Dánielnek. Kovács Gábor Martinnak. Olá Leventének. Karacs Gyulának. SC 12/2/E osztály osztályfőnöke, Roszkos Lajos tanár úr Szalagott Tűz. Pál Évának. Karászi Benjaminnak. Szejke Vilmos Balázsnak.
király Líviának. Jakab Krisztinának. Mónus Rékának. Tóth Lászlónak. Tizenegyedik C osztály osztályfőnöke Pélel Imre tanár úr Szalagot tűz. Balog Laurának. Nemes Viviennek. Husi Dánielnek. Molnár András Leventének. Balog Istvánnak. Fekete Ádám Zoltánnak. Szabó Ernő Krisztiánnak. Bere Nikoletnak. Nagy Zsoltnak. Rácz Adriennek. Szabó Ivetnek. Nagy Zsoltnak. Balog Krisztofel Kristófnak. Varga Jánosnak. Horváth Krisztiánnak. Vég Leventének. Tizenegyedik D-osztály osztályfőnöke Kovács Erzsébet tanárnő Szalagot tűz. Szilágyi Fruzsinának.
Pataki Nóra Editnek, Kovács Sándornak. Győri Zoltánnak, Kovács Ferencnek, Bíró László Bencének, Nagy Erikának, Tóth Lajosnak, Nagy Adorján Szilveszternek, Horváth Milán Sándornak, Gali Istvánnak, Pócsi Sándornak, Balogh Dánielnek, XI. E-osztály osztályfőnöke Székely Ildikó tanárnő Szalagott Tűz, Katona Noéminek, Vég Noéminek, Szatmári Kitti Bajának, Kovács Kittinek, Szatmári Ilona Mónikának, Dobos Szintiának, Sóvágó Renátának, Balogh Ildikó Mercedesnek, Kolozsi Viktóriának, Kovács Károlynak, Varga Bence Robertnek, Kovács Sándornak, XI. F-osztály osztályfőnöke Máténi Horos Emma tanárnő Szalagott Tűz, Varga Kármennek, Palotai Viviennek, Jó Kittinek, Farkas Rózának, Olá Ivetnek,
fontos Boglárkának. Rácz Mirjam Virágnak, Nagy Kittinek, Balog Benjamin Tamásnak, Pandúr Ferencnek, Magyari Zsolt Józsefnek. A szallagtűzés véget ért. Felkérem Harsányi István igazgató urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt vendégeink, kedves diákok, munkatársak! Tanévünk egyik fontos ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballaktató osztályfőnököket, gyerekeikre joggal büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden jelenlévőt. Kedves ballagó diákok! Különleges érzés, hogy most utoljára álltok így együtt az iskola udvarán. Hiszen legelső közös emlékeitek néhány éve éppen itt az iskolában kezdődtek el. Még akkor, szeptemberben, az első napon izgatottan, de talán kissé félve vártátok, mi történik majd veletek. Ettől a pillanattól kezdve a mai napig három, illetve egyes diákok esetében 5 évet töltöttek iskolánk falai között. Az itt eltöltött évek során számtalan élmény, tapasztalat, tudás, barátság, szerelem és még milliónyi boldog percet gazdagabbá titeket. Az iskola megtanított tűrni, elviselni a fájdalmas perceket, megtanított úgy nézni a világra, ahogy előtte még nem próbáltál. Szoros kapcsolatokat és nem utolsó sorban jó hangulatú bulikat csempészett a monoton hétköznapok közé. Mindenkinek nehéz kiszakadni ebből a már megszokott közösségből, nehéz itt hagyni a termeket, amikhez különböző élmények fűződnek, nehéz itt hagyni a fontossá vált embereket, és elszakadni az évek során kialakított környezettől, közösségtől és kapcsolatoktól. Ezen a hétvégén, ezekben az órákban sok diák tekintetében az öröm, a boldogság csillogó tekintete figyelhető meg. Talán életszakaszotok legszebb részét zárjátok le a mai nappal. Véget érnek a boldog diákévek, a gondtalannak tűnő hétköznapokat, a felelősségvállalás, a leendő munkahelyen való helytállás váltja fel. Ma talán még el sem hiszitek, hogy mennyire igaz a boldog diákévek megfogalmazás. Kedves ballagó diákok, utoljára szólalt meg számotokra iskolánk csengője, utoljára jártatok azokban a termekben, ahol az öröm és a bánat percét éltétek át. Öröm, bánat, siker, sikertelenség mind-mind eszébe jut ilyenkor az oktatónak, amikor egy kissé szomorúan, de reménykedve, bizakodva bocsátja útjára a közösséget. Az ünnep örömteli pillanatai mellett a búcsúzás önkéntelenül felvillantja bennünk az elmúlt 3, illetve 5 év képeit. Kedves ballagók, a búcsúzás a számvetés ideje is. Az iskolai élet számos területén több tanuló munkája, teljesítménye kiemelkedő, dicséretes, példaértékű. Szakmai képzésünkben meghatározó szerepet tölt be a szakma kiváló tanulója országos versenyen való szereplés. Diákjaink tisztességesen helytáltak a szakmai megmérettetésen.
Mezőgazdasági gépész szakmában Sándor Imre 11. B-osztályos tanuló képviselte iskolánkat a szakma kiváló tanulója országos verseny döntőjében. Gratulálunk! Szép írásbeli teljesítménye alapján Nagy Erika szakácstanuló mentesül a szakmai vizsga írásbeli tevékenységének letétele alól. És Balog Laura eladótanuló kiváló eredményt ért el a verseny első fordulójában. Iskolánk tanulói részt vettek az OSK TV közismereti verseny országos döntőjében, ahol iskolánk csapata országos 7. helyezést ért el. A csapat végzős tagja Balog Benjamin Tamás 11. F-osztályos tanuló. Gratulálunk neki! Tanulmányi munkaterén Sándor Fanni, Perec Petra, SZ 12/2N és Sándor Imre 11. B-osztályos tanulók teljesítménye dicséretes. Nagyon fontos szerepet kapott diákjaink életében a közösségi élet kialakítása, szervezése, irányítása. A jó tanulmányi munkájuk mellett közösségi tevékenységükkel emelkedtek ki Sándor Fanni SZ 12/2N, Balog Benjamin Tamás 11 F és Nagy Erika 11. D-osztályos tanulók. Tanulóink a sport területén is jeleskedtek. A 13. megyei sportnapok elnevezésű labdarúgótornán iskolánk csapata meggyőző játékkal aranyérmet szerzett. A csapat végzős tagjai Turai András 11. B, Kis Lajos Tamás 11. B, Nagy Zsolt 11. C-osztályos tanulók. Gratulálok minden kiemelkedő teljesítményhez, a versenyzők és felkészítő tanárok szép sikeréhez. Tisztelt szülők! Ezen ünnepi pillanatban az iskola vezetése és tantestülete nevében megköszönöm Önöknek mindazt az áldozatkész segítséget, melyet közös céljaink minél eredményesebb megvalósítás érdekében nyújtottak. Egy közös célért dolgoztunk mindannyian, azért, hogy az előttünk álló diákokból az életben helytállni tudó felkészült fiatalok legyenek. Reménykedjünk, hogy fáradozásaink, közös erőfeszítéseink nem voltak hiába valók. Kedves ballagó diákok, most, amikor az iskola nevében is búcsúzom tőletek, azt kérem, hogy a búcsú ne legyen végleges. Iskolánk továbbra is nyitva áll előttetek, bátran keressetek fel bennünket, az érettség után tanuljatok szakmát, illetve a szakmai bizonyítvány birtokában szerezzétek meg, bár ismert környezetben az érettségi bizonyítványt. Kívánom mindannyiunk nevében, hogy erőfeszítéseiteket kísérje sok siker, érettségi, illetve szakmai vizsgátok legyen eredményes. Egyéni életetek legyen boldog, és az életben minden vágyatok váljon valóra. Végezetül útra való Arany János néhány sorát ajánlom figyelmetekben. Útjaink száz felé válnak, de szívünk egy célért dobog. Nekivágunk a küzdelmes mának, és épít kezünk egy szebb holnapot. Köszönöm. Az alsóbb évesek nevében búcsúzik a ballagoktól Hodosi Vivien 10. E-osztályos tanuló. Kedves végzős diáktársaim! A mai napon elindultok egy úton, ami egy utazás kezdete. Ezen az úton egy nagyon fontos dolgot fogtok keresni, az álmaitokat. Álmodni nagyon fontos, és lehet, hogy nehéz lesz a hozzávezető út, de kérlek benneteket, sose adjátok fel. Alsóbb évesként kicsit irigykedve nézek rátok, ahogy itt álltok, és megkaptátok a kék szalagot. Véget ért egy korszak számotokra. De azt is tudom, hogy jó még egy kicsit diáknak maradni, és élvezni a gondtalan iskola éveket. Rátok hamarosan nehéz feladatok várnak. Az érettségi, a szakmai vizsgák és a pályaválasztás előtt álltok. Próbatételek sora következik, de ha van kitartásotok és hisztek magatokban, elérhetitek céljaitokat és valóra válhatnak az álmok. Megtalálhatjátok az utat, amely a boldogságotokhoz vezet. Végezetül Korpos Albert versével búcsúzom tőletek.
Korpas Albert, búcsú. Mint a gólya, ki elhagyja fészkét, szányat bont, s indul új hazába. E kis csapat merész vágyak útján, repesve lép a nagy világba. Szól a csengő, lassan útra keltek, fáj a szív, emlékek izzanak. De új tettek, színes álmok várnak, reményből font szivárvány alatt. Csendes tanórák, zajos szünetek, rózsaszín ködbe burkolóznak. De emléketek nem halványul el, mosolyatok ölszik-e falak. Szemetek íriszén, ragyog a nap, bennetek lobog ifjú illánk, szívetek a kincs, azt őrizzétek, el ne rabolja a rossz világ. Hegyi patakként rohantok tovább, vagy csendes tóként tündököltök, legyen sorsotok jó, vagy mostoha, hincsetek szét békét, örömöt. Virágok nyomán halkul léptetek, de vár a jövő tárt karokkal, tanít alkotni, küzdeni, győzni, együtt ragyogni a csillagokkal. A végzősök nevében Sándor Fanni és Perec Petra SZ 12/2/N osztályos tanulók búcsúznak tanáraiktól, diáktársaiktól és a kedves szülőktől. Tisztelt tanáraink, vendégeink, drága szüleink, kedves diáktársaim! Azt gondolom, életem egyik legnehezebb feladatának bizonyult a ballagási beszéd megírása. Hiszen minden végzős nevében nekem kell búcsút vennem iskolánktól, tanárainktól, az alsóbb évesektől, és mindattól a rengeteg kis apróságtól, ami 3, illetve 5 éven át kitöltötte mindennapjainkat. Tisztán emlékszünk, mikor elsőként beléptünk az iskola kapuján, és egyszerre izgatottság és félelem töltött el minket, hogy mi várhat ránk. Új iskola, új tanárok, új emberek. Ennyi idő után az iskola fontos hely lett számunkra. Az ismeretlen tanárokból segítő társak lettek, akik mindenben támogatnak minket. Az új diáktársakkal barátságok szövődtek. Az elmúlt 2 évben a járványügyi korlátozások miatt a diák életből sok minden kimaradt, de ebben az utolsó évben megpróbáltunk mindent bepótolni. Újra egy közösség lettünk. Szívesen vissza fogunk emlékezni a közös iskolai programokra, a kirándulásokra, a tanórák hangulatára. Köszönjük minden tanárunknak a sok támogatást, útbaigazítást, türelmet és a rengeteg közös élményt. További munkájukhoz sok sikert kívánunk. Kedves diáktársaim! Nektek is sok sikert a továbbtanulásban és a nagybetűs életben. Hiasztatios idézetével búcsúzom. Légy, amivé legszebb hajlamaid által válhatsz, de elsősorban maradj ember. Külön köszönjük a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgató asszonya Pejhéné Balta Irén és Pap Gábor kancellár úr és Kis Hajnalka szakmai főigazgató helyettes asszony munkáját. Köszönjük az iskola vezetőségének felelős teljes munkáját, hogy biztosították számunkra a nyugodt tanulás lehetőségét. Harsányi István igazgató úrnak, Egri László igazgató helyettes úrnak, Bese Gyula igazgató helyettes úrnak, Csicsek Attila igazgató helyettes úrnak a Szépellő kollégiumból. A végzősök virággal köszöntik őket.
ma búcsúznunk kell tanárainktól, diáktársainktól, iskolánk falaitól. Köszönjük tanárainknak, hogy szemléletmódot, rálátást adtak az élet dolgaira, a tudományokra, a művészetekre, az életre. Köszönjük azt, hogy megmutatták, hogy mi a kötelességtudat, a felelősségvállalás, a bizalom, egymás tisztelete. Fogadják hálánk, megbecsülésünk, tiszteletünk és szeretetünk jeléül virágainkat. Köszönetet mondunk Béni Sulyog Hajnalka tanárnőnek, Gurbán Klára tanárnőnek, Harangyiné Balázs Alexandra tanárnőnek, Harangyiné Tünde tanárnőnek, Kovács Andrea tanárnőnek, Kovács Lászlóné tanárnőnek, Lőrinc László Györgyné tanárnőnek, Maros Csilla tanárnőnek, Marton Judit Krisztina tanárnőnek, Molnár Kis Dóra tanárnőnek, Nagyné Leposa Gyöngyi tanárnőnek, Pincés Vilma tanárnőnek, Roszkos Lajos tanárúrnak, Roszkosné Fodor Viktória tanárnőnek, Széker Ildikó tanárnőnek, Szirákné Túri Andrea tanárnőnek. Virággal köszöntjük őket. Köszönetet mondunk a szakmai elméletet és gyakorlatot tanító tanáraink lelkiismeretes munkájáért. Csécsi Izabella tanárnőnek, Harangi Barna tanárúrnak, Kis József tanárúrnak, Kovács Erzsébet tanárnőnek, Majzel Zoltán tanárúrnak, Máténé Hódos Emma tanárnőnek, Petrózki Gábor tanárúrnak, Piller Imre tanárúrnak, Vas Judit Mónika tanárnőnek, Zelizi Lajos tanárúrnak. Virággal köszöntjük őket. Köszönjük Barbócné Fülöp Gabriella iskolatitkárnak a hozzáértő ügyintézését és Bálint Lajos könyvtáros tanár úr segítőkészségét. Fogadják szeretettel virágainkat. Ballagó diákok nevében szeretném megköszönni szüleink támogatását. Drága szüleink, hálásak vagyunk féltő gondoskodásotokért, támogatásotokért, és azért, hogy hittetek bennünk. A mai nap számotokra is egy mérföldkő, hiszen gyermeketek életében lezárul egy szakasz. De ezután is ugyanúgy szükségünk van a tapasztalataitokra, tanácsaitokra. Köszönjük, hogy eddig is mindig mellettünk álltatok, és segítettetek bennünket az utunkon. Ígérjük, hogy igyekszünk helytállni és megtalálni a helyünket a nagyvilágban. Jutalmak átadása következik. Jutalom könyvet kap. Ispán Imre, 11. B osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért.
Kaszás Sándor, 11. B-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért. Száz Dániel, jó tanulmányi eredményéért. Rácz Adrien, 11. C-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért és az OSK TV komplex versenyén való szerepléséért. Szabó Ivett, 11. C-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért. Vég Levente, 11. C-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért és sporttevékenységéért. Gali István, 11. D-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért és az SKT verseny szerepléséért. Nagy Erika, 11. D-osztályos tanuló, jó tanulmányi és SKT versenyen elért eredményéért, közösségi munkájáért. Pataki Nóra Edit, jó tanulmányi eredményéért. Balog Ildikó Mercedes, 11. E-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért és a szakma kiváló tanulója versenyen való szerepléséért. Kovács Károly, 11. E-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért. Szatmári Kitti Ibolya, 11. E-osztályos tanuló, a szakma kiváló tanulója a versenyen való szerepléséért. Balog Benjamin Tamás, 11. F-osztályos tanuló, kiváló tanulmányi eredményéért, kitartó szorgalmáért és közösségi munkájáért. Varga Kármen, 11. F-osztályos tanuló, kiváló tanulmányi eredményéért és kitartó szorgalmáért. Perec Petra, SC 12/2/N osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért. Sándor Fanni, SC 12/2/N osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. Simon Nikolett Vivien, SC 12/2/N osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért. Oklevelet kap. Fekete Ádám Zoltán, 11. C-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért. Szabó Elnő Krisztián, 11. C-osztályos tanuló,
az OSKTV közismereti tanulmányi versenyen elért eredményéért. Balog Laura, 11. C-osztályos tanuló, az OSKTV közismereti komplex versenyen regionális fordulóján elért első helyezéséért. Bíró László Bence, 11. D-osztályos tanuló, példamutató szorgalmáért. Kovács Sándor, 11. D-osztályos tanuló, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Szilágyi Fruzsina, 11. D-osztályos tanuló, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Balogh Benjamin Tamás, 11. F-osztályos tanuló, az OSKTV közismereti tanulmányi regionális fordulóján elért első és az országos 7. helyezéséért. Tóth Gréta, az SC 12x2x N osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért. Bocskai emlékplakett elismerésben részesül. Sándor Imre, 11. B-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért és a szakma kiváló tanulója versenyén elért eredményéért. Bocskai emlékplakett elismerésben részesül, végnél Csuka Andrea szülő az iskola munkájának aktív segítéséért. Végül műsorunkat a ballagás egyik legünnepélyesebb részével zárjuk. A végzős osztályok átadják iskolánk zászlaját az alsóbb éveseknek. A végzősök nevében átadja Jónás Róbert, Tóth Gréta és Takács Krisztina, SC 12x2x N osztályos tanulók. Az alsóbb évesek nevében átveszi Gál Bence Antal, Borbély Ramona és Csonka Boglárka tanulók. Szalagot költ az iskola zászlajára Balogh Benjamin Tamás, 11. F-osztályos tanuló. Why do I go wrong? Oh my God.
diákjaink ünnepély és levonulása következik. A levonulás után az osztályokat és osztályfőnökeiket a következő tantermekben találják meg. SC12/2/N osztály, 1-es terem. 11. B és az SC12/2/E osztály, 2-es terem. 11. C osztály, 3-as terem. 11. D osztály, 6-os terem. 11. E osztály, 7-es terem. 11. F osztály, 8-as terem. Keletről a szél, lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném. Egyke a világban ez a föld, oly parányi, és mégis őt világítja be a lelkünk, ezért a rosszban is megköszön. Thank you.
Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!